A mi számunkra most itt 2020-ban ez a régi Szabadka, viszont akkor, amikor fölépült a Városháza, vagy a Magyar Szecesszió jegyében a zsinagóga, vagy a Rajhol palota például, akkor az borzasztóan nagy újításnak számított, és hihetetlenül modernnak számított abban az időben, a 20. század első éveiben, első egy-két évtizedében. Büszkék lehetünk rá, és nagyon hosszú vágya volt az a szabadkaiaknak, hogy szobrot kaphasson, és ma a Városi Képviselőtestület, a Vajdasági Magyar Szövetség javaslatára egyhangulag döntést hozott arról, hogy fölállításra kerül itt a Városháza mellett Bíró Károly egész alakos szobra, és méltó emléket állít a város Bíró Károly polgármesternek.